A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első percekben 3-0-ás előnyre teszelt a Kisvárda. Mind támadásban, mind védekezésben jól teljesített a házigazda, az első félidő derekán 4 góllal vezetett Bakó Botond együttese, és ez a különbség a szünetig meg is maradt, 13-9-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Fordulás után zárkózni kezdtek a vendégek, 15-14-nél többször is az egyenlítésért támadhatott a Debrecen, azonban jól zárt a hazai védelem. Az utolsó 10 perce 4 gólos hazai vezetésnél fordultak rá a csapatok, és a Kisvárda jól gazdálkodva előnyével végül végigvezetve megnyerte a keleti rangadót. A mérkőzés elején az egész első félidőt nagyon jól játszottunk. Gyakorlatilag a játék minden elemében, védekezésben, kapuban, támadásban lőttünk 13 gólt a Debrecennek. Aztán második félidőben jött az, amire föl voltunk készülve, hogy lehet, hogy elkezdünk fáradni, hiszen nagyon kevés a csere lehetőségünk. Ugye a Habankova sérülésével, illetve a Szabó Nina is még nagyon rossz állapotban van, gyakorlatilag csak perceket tud pályán tölteni. Úgyhogy nyilván itt jött egy holtpont a játékunkban, kapuban és a két szélső pozícióban gyakorlatilag csere nélkül játszottunk, a belső pozíciókban is kevés lehetőséggel, de a csapat harcolt, volt tartása, és azzal nyertünk, amit tudtunk, hogy sikeres lehet a védekezésünkkel és a jó kapus teljesítményünkkel. A kisvárdai csapat egyik legjobbja a 33 debreceni lövésből 16-ot hatástalanító Pásztor Bettina volt. Nagyon határozottan kezdtük a mérkőzést, ami szerintem nagyon fontos volt, mert tudtuk, hogy egy nagyon jó ellenfél ellen fogunk játszani. Igazából az első fél időben már szerintem megszereztük lelkileg azt a magabiztosságot és önbizalmat, ami a második fél időben, ugye mikor jelentkezett ez a kis hullámvölgy, átsegített minket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok én is, a lányok nagyon nagy támpontot adtak előttem, és nagyon jól védekeztünk. A második fél időben is ezt éreztem, amikor esetleg a támadásaink mondjuk nem úgy jöttek össze, a védelem nagyon jól összeállt előttem, és ezáltal tudtam én is segíteni a csapatnak. A vendégek vezetőedzője, Köszner Vilmos érthetően csalódottan értékelte a csapat teljesítményét a mérkőzés után. A mi teljesítményünk közel volt az értékelhetetlenhez, ezért nagyon nehéz olyan dolgot mondani a mi csapatunkról, amely értékelés gyanánt pozitív jelzők élethető. Minden dicsértésület rák a Kisvárdának, mert összefogva csapatként működve úgymond legyőzték a DVSZ-t, amely meg kell mondanom méltatlanul szerepel ezen a mérkőzésen a piros-fehér színekhez és a saját tavalyi teljesítményéhez képest. A forduló további eredményei a következők: Szombathely Siófok 26-36, Érd Boglári Akadémia 35-28, Vác MTK Budapest 31-22, Mosonmagyaróvár Ferencváros 19-29 és Albafehérvár Dunaújváros 23-21. A Kisvárda vasárnap a Ferencváros otthonában lép pályára.